Aznap se gólra játszottunk, hanem kapufára. Egészen pontosan a bal kapufát kellett eltalálni. Még pontosabban Hunit, mert pár napja ő volt a kapufa. Előtte egy ideig kapus volt, ami szintén elég ciki, igaz, nem annyira, mint kapufának lenni. Kegyetlen játék ez. Bacskovszky Zsolt ül itt mellettem, a Lélekdoki sorozat első kötetének a szerzője, és nyilván a többi kötet szerzője is, de most itt a kiközösítésről arról szól ez a könyv, hogy hogyan bírják ki a gyerekek, vagy hogyan éljék túl, hogyha rájuk száll az osztály. Ez a téma miért jött egyrészt, másrészt pedig mit jelent pontosan kapufának lenni ebben a történetben? A téma az úgy jött, hogy amikor egyáltalán felmerült ennek a sorozatnak a terve a kiadóban, elkezdtek tájékozódni. Egyrészt arról, hogy Magyarországon melyik az a korosztály a gyerekek között, amelynek leginkább érdemes volna egy e-fajta sorozatot indítani. Hozzá kell tenni, hogy Nyugat-Európában szinte minden korosztálynak létezik ilyen. És ennek az eldöntéséhez a kiadó munkatársai felvették a kapcsolatot a Heinpál Gyermekkórház mentálhigiénés szakembereivel, és iskolákban is készültek felmérésszerűségek, névtelen felmérések, hogy a gyerekeket milyen témák érdekelnék leginkább, vagy mi az, ami leginkább problémát okoz az osztályokban. És nagyon hamar első helyre került a kiközösítés egyébként a válással együtt, amiről a sorozat második kötete szól, úgyhogy egyszerűen első helyre került. Adta magát. Igen. Akkor olvasok a másikból, a Hogyan élheted túl a szüleid válása című második kötetből egy idézetet. Az az ember súlyzózni szokott reggelente, ha nálunk alszik, és egyszer, amikor félkarral fel akart emelni, azt mondtam neki, hogy hozzám csak kicsi mackók érhetnek. És amikor azt nem értette, hozzátettem, hogy anyu szokta mindig kicsi mackómnak hívni aput. Hadviselés ez a gyerek számára, mint ez a történetből kiderül, amikor a szülők válnak, külön költöznek, megjelenik valaki új ember. Nagyon érdekes, hogy milyen erősen, hangsúlyosan megjelenik ez a történetben. Ez a motívum? Vagy igen, ez a hadviselés. Ez az ember szem előtt ennyire nyilvánvalóan nincsen talán. A gyerek talán, meg akarja oldani. Igen, talán ez azért is van így, mert a kiközösítéses történet az viszonylag egy rövidebb periódust lelát. A válásnál pedig gyakorlatilag egy év történéseit meséli el az elbeszélő kislány, és próbáltam a hangsúlyos jeleneteket kiragadni kicsit filmszerűen, és talán ezért tűnik ez ilyen hangsúlyosnak, de nyilván nagyon fontos ez az a stratégia, amit ő próbál véghez vinni. Nagyon megrázó ez egyébként. Én azt éreztem, hogy az ember soha nem gondolkodik a gyerek fejével. És ugye az, ami érdekes ezekben a történetekben, hogy ők maguk mesélik el, a főszereplők mesélik el, nincs magyarázat, nincs okoskodás, hogy így mondjam, ami a gyógyító mesékben időnként előfordul, hogy látod, ebben a helyzetben azt érdemes tenni, hogy. Szóval nagyon szikáran a történet, ami a gyerekben lejátszódhat. Én ezt fontosnak tartottam, illetve már az elején eldöntöttem, próbálkoztam, hogy mi lenne a megfelelő módszer, és annál is inkább, mivel a könyv második felében gyakorlatilag olyan kérdések hangoznak el, illetve nem hangoznak el, hanem szerepelnek a könyvben, amelyek a történetre, a cselekményre kérdeznek rá, bizonyos motivumokra, illetve megoldásokat próbálnak adni. Ezért tényleg egy olyan történetet próbáltam kreálni, amiben nem is az a fontos talán, hogy magából a történetből leszűrjön valamit a gyerek, a olvasó, hanem hogy olyan helyzeteket találjon benne, amiket vagy ő, vagy akár valamelyik osztálytársa átélhetett valamilyen formában, nem biztos, hogy így, de valami hasonló érzéseket kiváltó cselekményeket, mozzanatokat, történéseket. Azt kérem, hogy mondja el, hogy hogyan működik ez a könyv.
mi a dolga ennek, mert én gyógyító meséket mondtam, egy picit más, mint ami mondjuk külföldi kiadványokból fordított, és ma már Magyarországon is a szülők számára ismert gyógyító mese sorozat, minek az a dolga elméletileg, hogy a kiskamaszok, vagy még kisebbek esetében is egy bizonyos problémát, családon, óvodán, iskolán belüli problémát földolgoztasson a gyerekkel, kérdések merüljenek föl, és azokra válaszok legyenek ott a gyerekek számára, tehát hogy hogyan működik? Elvileg úgy működik, hogy mindegyiknek az elején, vagy az első részében van egy történet, ami egy, gyakorlatilag egy novellaszerű szépirodalmi alkotás. És ez egy olyan történet próbál lenni, ami olvasmány élményt ad, és ennek a történetnek a feldolgozását segítő kérdések szerepelnek a könyv második részében, amit ez a pszichológus team dolgozott ki. Egyébként maguk a történetek is az ő segítségükkel születtek meg. Mondtak helyzeteket, amelyeket érdemes beleszülnie, többször, vagy megoldási módszereket? Többször találkoztunk, és én azt kértem az elején, hogy mondjanak minél több esetet. Mondjon példát, azt kérem, hogy akár a másikból is. Például ami be is került a kiközösítéses történetbe, hogy valamelyik kolléga ott mesélte, hogy épp van egy kis páciense, akinek válnak a szülei, és mivel a vasút mellett lakik, vagy laknak, állandóan a sínek mellett kóborol, és mindenféleket összeszed, és ezeket becipeli az iskolába, egyre nagyobb dolgokat. És ilyet mondtak... Itt csak azért, hogy ha nézők is értsék, itt a Huni, ugye, akiről szó volt az idézetben, ő az, aki ezt teszi. Ő az, akit kipécéznek, ő az, aki aztán kapufa lesz. És nem magyarázta meg, mert eltértem a tájtól, hogy mi ez a kapufa. Akkor elmondom, hogy tehát, ha már úgyis erről beszéltünk, hogy találkoztam a szakemberekkel, és akkor kértem, hogy mondjanak eseteket, és közben járt az agyam, hogy tudnék én egy olyan történetet kreálni, ami minél kevésbé didaktikus. És ez nem volt egy egyszerű feladat. Tehát egyrészt ezekből az esetekből, az általunk mesélt esetekből építkeztem, másrészt pedig nagyon sok személyes élményt is próbáltam belevinni. Példát kell mondani erre is. Példát kell mondani, hát ez a kapufa. Tényleg. Ami nem egészen így volt nálunk, és van még egy csalás benne, hogy ez nem általános iskolában volt. De valami hasonló történt. Hogy kapufát kell rúgni a gyerekeknek, szépen sorban állnak, mint a kapufa. Igen, de a kapufa egy élő személy. Őt kell eltalálni. Igen. És nem védheti ki a labdát. Nem. Ez kegyetlen dolog. Kegyetlen. Ezzel kezdtem, de ez, hogy a gyerekek mennyire, vagy hogyan képesek bánni egymással, ez elég meghökkentő ebben a történetben. Igen, de azért is mertem belerakni, mert valami valóság alapja van, sőt, elég sok, és a valóság az mindig érdekesebb, hogyha példákról van szó, mint amit az ember kitalál. Uh-huh. Beszéljünk a felelősségről. Mind a két történetnek nagyon fontos eleme, hogy a gyerek úgy érzi, hogy ő tehet valamit, megváltoztathatna valamit, hogy miatta történt valami. Ugye itt valamelyikünk mesélje el, hogy mi a baj. Patrik a főszereplő látja, hogy Hunit kipécézték a többiek. Tulajdonképp azért próbáltam valami ilyesmit belerakni a történetbe, mert elég sokat beszélgettünk a helypárosokkal, és a legnagyobb probléma ilyen esetben tényleg az, akár a válásnál, akár a kiközösítésnél, hogy a gyerek úgy érzi, hogy ő a hibás. Akár azért, mert a szülei elválnak, ő azt egy 9 éves nem tudja felfogni, hogy egyszerűen nem szeretik már egymást. Attól még őt mind a ketten ugyanúgy szerethetik, de a gyerek fejében az zajlik le, hogy valami miatt, amit ő követett el, vagy valamelyik tulajdonsága miatt történik mindez. Azért költözött el apa. És igen, és ezt próbálja valamilyen módon jóvá tenni, és itt jönnek a képbe a pszichológusok, vagy pszichiáterek, hogy ez kevés. Tehát a gyerek nem tudja megoldani, és a kérdések a kötetek végén szereplő kérdések erre pontosan rávilágítanak. Egyébként nem csak kérdések szerepelnek, hanem konkrét tanácsokat adnak, hogy egyrészt, hogy mi az, amit a gyerek tehet,
de ezek mindig valahogy egy felnőtt bevonását igénylik, és mi az, amit nem szabad tennie, hogy megjegyzem, a probléma megoldódjon. Megjegyzem, az egész, mind a két kötet a felnőtt bevonását igényli, ugyanis épp itt van egy olyan pont, amikor szerintem a szülőknek is el kellene bizonyos dolgokon gondolkodni, ugyanis azt mondja, hogy a gyerek felelőssége, a gyerek úgy érzi, hogy őt nem szeretik elég, ő tehet róla, és akkor, amikor az apa ráförmed a csemetére, a kislányára, hogy de mi tönkre teszed a boldogságomat, itt van ez a új nő, a te viselkedésed miatt nem tudunk itt nyugodni. De azt látom, hogy, és amiről ezek a kis kötetek is akarnak szólni, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem beszél a család, mint egység, nem csak a problémákról, hanem az élményekről sem igazán, hanem mintha a gyerekek egyfajta, legalábbis a környezetemben sok helyet, ezt látom, kicsit olyan nyűg. Nek tűnnek, és ez nagyon nem jó. Főleg a vállásnál itt ezek ide, hogy hányszor tolják félre a kislányt, hogy most akkor nekünk van dolgunk, ott legyen, itt legyen, hányódik, nagymamához kerül. Tehát nyilván a legfontosabb az lenne, hogy ezeket valamilyen szinten megbeszéljük, ezeket a problémákat, vagy amit a szakemberek mondanak, hogy a kötet másik szerzője, Rigler Lilona, de ez egész tímet föl lehetne itt sorolni, hogy a szülők persze rengeteget dolgoznak, nagyon fáradtak, mire hazérnek, ha nincs munkájuk, munkát keresnek, és ezek a gyerekek elmagányosodva élik a maguk életét, és egyébként ők azt látják kicsit tragikusnak, hogy a gyerekeknek ez a megszokott ma már. Tehát nem is ez tudják, a ez a természetes, tehát nem is tudják, hogy lenne más is. És nem az jelenteni igazából a nagy élményt, hogy minden héten többször valami kis ajándékot kapnak, ami igazából úgy tűnik, hogy kapnak valamit, valójában azonban képletesen elvesznek tőlük valamit, amit a szülőknek kéne nyújtaniuk, valami fajta élményt, vagy közös játékot, vagy közös szórakozást. Milyen idézetet hozott a kötetekből? A legjobbkor jön a kérdés, mert hogy épp az ajándékokkal kapcsolatban. Az idézet a vállásos történet ből való, amikor az apuka már elköltözött, és a kislány minden hétvégén találkozik vele. Apu ritkán nézett a szemembe, és keveset beszélt. Ha mégis, akkor az iskoláról kérdezgetett, meg hogy milyen ajándéknak örülnék. Érdekes, hogy neki is folyton az ajándékokon járt az esze. Például, bár régen folyton szitta a Mekit, hogy milyen egészségtelen műkaját adnak, most mindig oda vitt ebédelni, mert nekem Happy Meal menüt kérhetett, amihez ajándék is dukált. Nem vette észre, hogy azok az ajándékok dedósoknak valók, én meg már 9 éves vagyok. Úgyhogy bevittem mindet a suliba Borinak, hogy vigye haza a kisöccsének, aki csak félig a kisöccse, mert az anyukája új férje az apukája. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer még meg fogom utálni az ajándékokat. Nagyon fontos itt a történetről még elmondani végezetül, hogy azért ez jóra jön, tehát mindkét történetben van feloldás, itt a vállásos család, tehát hogy a vállásos probléma kapcsán is fölmerül, hogy tulajdonképpen nem olyan rossz az, hogyha anya is boldog, igaz, hogy mással, apa is boldog, igaz, hogy mással, még akár össze is találkozhatnak, még talán a születésnapomon egy nagy család lehet, amiben én is jól érzem magam. Ez egy fontos konklúzió, azt hiszem. Próbáltam egy ilyen befejezést adni a vállásosnak, mert azt gondolom, ott ez tényleg talán elérhető szerencsés esetben. És, ez a cél. És ez a cél, és hát számtalan esetet látok, amikor tényleg 9 éves nem tudja még átlátni ezt a dolgot, és úgy éli meg, mint valami szörnyű tragédiát, hogy a szülei elváltak, és 15 évvel később egész mást gondol, és azt gondolja, hogy a legjobb lépés ez volt a szülei részéről, mert különben nem lett volna ilyen a kapcsolata most velük, amilyen lett.